A mai fórumnak az apropóját az adta, hogy igazából Gödöllőn, ahogy láthatják a meghívóban is, számos szakmai fórum, konkrétan 4 szakmai fórum működik a városunkban, közel hasonló céllal, azonos programmal. Legelsőképpen említeném a TÁMO program keretében működő áldozatsegítés és áldozattá válás megelőzése szakmai fórumot, amely a rendezvénynek a házigazdája is egyben. És ezzel párhuzamosan működik Gödöllőn a Gödöllői Társadalmi Felzárkóztatási Program, a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum és a Gödöllői Esélyegyenlőségi Programnak a fóruma. Igazából a regisztrációs asztalnál láthatnak egy ívet is, hogy kik milyen fórumban vesznek részt. Itt a szervezetek és személyek között is nagy átfedések vannak a különböző fórumok között, és ezért merült fel bennünk, hogy egy ilyen közös szakmai fórumot szervezzünk, aminek a mai témája az áldozattá válás, a munkanélküli válás a Gödöllői Kistérségben. Tehát igazából egy kicsit ilyen foglalkoztatási jellegű fórumá alakult a mai nap. A mai napon 4 előadónk lesz. Mindenek előtt köszöntöm is a jelenlévőket, köszöntöm Pece Dániel alpolgármester urat, aki a Társadalmi Felzárkóztatási Programnak a felelőse az önkormányzatnál. Szabó Zsuzsannát, aki a Munkaügyi Központ vezetője, a hosszabb nevét most nem mondom el, majd ő elmondja. Podmanicki Évát a Kontakt Alapítványtól, és Csapó Beatrix, aki pedig a Kistérségi Foglalkoztatási Paktumnak a paktum menedzsere. És rajtam kívül ők lesznek a mai nap előadói. Igazából most rögtön akkor fel is kérném Pece Dániel alpolgármester urat, hogy tartsa meg a köszöntőjét. Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit Gödöllőváros önkormányzata nevében az áldozattá, illetve és vagy munkanélkülévé válás a Gödöllői Kistérségben névre keresztelt fórumon. És azt a felkérést kaptam a Gergőtől, hogy mint a Társadalmi Felzárkóztatási Programért felelős önkormányzati személyiség köszöntsem a itt jelenlévőket. Azt gondolom, hogy mindannyian olyan területen dolgozunk, akik érintettek vagyunk a társadalmi felzárkóztatásban. Alapvetően a programot tavaly januárban indítottuk útjára, pontosan azért, hogy a szociális területen dolgozók, szervezetek, személyeket rendszeresen egy asztalhoz ültessük, és nem másért, hogy a erőinket egyesítsük, és aztán sokkal racionálisabban tudjunk működni. Összeírtam különböző dolgokat, és itt ez ideillik a munkanélküliséghez is. Ugye a Gergő nem mondta el, különböző konferenciák lesznek idén, különböző témakörökbe, és a mai fő témakör az a munkanélküliség, és az ehhez kapcsolódó, azt gondolom, az én feladatom erről beszélni, szociális problémák. A társadalmi felzárkóztatási program nem csak a szegénységben élőkkel foglalkozik, hiszen elegendő, ha arra gondolunk, hogy mennyi az oktatási intézményeinkben mennyi speciális nevelési igényű gyerek tanul, vagy mondjuk az óvodában még tanulásra nem beszélhetünk, és ez nem feltétlenül a szociálisan a peremen lévő családokat érinti, ez megtalálható a jómódban élő családoknál is. De amit én ideírtam, a szegénység és társadalmi kirekesztettség veszélyét növelő legsúlyosabb tényezők az egyén számára Európában, ez nyilván egy anyag, de azt mondom Magyarországon is. Ha elhúzódik a munkanélküliség, ha hosszú távon él alacsony jövedelemből, ha nem megfelelő szintű munkát végez, ha korán elhagyja az iskolát és nincs megfelelő képzettsége. Ha a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett családban nő fel,
ha rossz egészségi állapotban van, ha drog vagy alkoholfüggő, ha halmozottan hátrányos környezetben él, ha hajléktalan vagy faji megkülönböztetés áldozata. Én azt gondolom, hogy a rászorultak száma hazánkban, és így sajnos Gödöllőn is egyre nő, annak ellenére, hogy Gödöllő azért nem egy hátrányos helyzetben lévő régió. A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok megsegítésére. Ahogy az előbb említettem, ez volt az egyik indoka annak, hogy a programunkat elindítottuk, de próbáltunk fókuszpontokat kijelölni, hiszen ha túl sok irányban haladunk, próbálunk haladni, az lesz a végeredmény, hogy sem erre se jutunk. Éppen ezért az első lépésben, és akkor itt köszönteném dr. Tamás Márta irodavezető asszonyt, a polgármesteri hivatal, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Szociális Irodájának a vezetőjét. Szóval irodavezető asszony segítségével elkészítettünk egy olyan szociális térképet, amely a rászorultakat próbálja felkutatni, és itt a úgynevezett szociális kerekasztalnál próbáltunk, és bocsánat, hogy ezt a szót használom, az adatbázisokat egyeztetni, hiszen sok szervezet van, aki segítség nyújtással foglalkozik, és sok esetben történik az, hogy vannak olyan családok, akik akár többször is kapnak segítséget, ami nagyon jó, viszont vannak olyan családok, akik nem szerepelvén semmilyen adatbázisban kimaradnak ebből, illetve egy másik nagy probléma szokott még az is lenni, hogy karácsony tájékán az emberekben az adakozó kedv az megnő, és akkor rengeteg adomány van, évközben pedig a rászorultak ugyanúgy rászorultak, mint karácsonykor, és esetleg nem jutnak megfelelő segítséghez. Tehát, ahogy az előbb mondtam, a program alapvető célja az a társadalmi különbségek csökkentése, a szociálisan rászorulók felkutatása és a tényleges segítségnyújtás. Fontos megteremteni az egyén, a család és a kisebb közösségek, vagy a nagyobb közösségek, tehát nevezhetjük a Gödöllőt is egy nagy közösségnek, biztonságérzetét. Tehát végső soron e program segítségével a közösség építést tűztük ki célul. Hamvas Béla szerint, ami a közösséget megalkotja, az a lényegben élő barátság. Bizonyára sokan tudják, tavaly ünnepeltük Gödöllőn a szecesszió évét, ez Körösfői Kriss Aladár, a Gödöllői Művésztelep megalakítójának 150. születésnapjára emlékezve történt. Egy tematikus, kulturális év volt ez. És talán azt is tudják ennek kapcsán, hogy Gödöllő a szecesszió bölcsőjeként vált ismerté, ahogy az előbb említett, és neki köszönhető Körösfői Kriss Aladárnak, aki által összefogott mélyen hívő csoport sokkal több volt, mint zseniális művészeknek a társasága. A hívő ember odafentről való, és nem lehet más, mint idegen vagy zarándok-e földön, mert lehetetlen a kiegyezés közötte és a világ között, hiszen a világ a gonosz hatalmában van. Körösfőjék ebből a világból vonultak ki Gödöllőre, a Boldogság szigetére, ahogy ők nevezték, és a művésztelepen családjaikkal együtt igazi közösséget alkottak, és ez a közösség egyébként a városban élőkre is kiragadta. Későbbiekben érdekes tudni azt, hogy amikor az első világháború közeledett, ennek az emlékévét üljük idén országosan, akkor a városból nagyon sokan értékeiket a művésztelepre vitték be, mert nem csak gondolták, hanem tudták, hogy ott biztonságban van. Körösfűjék nem akartak az emberektől elvonulni, sokkal inkább az igazi boldogságot keresték, hisz igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes mód szeretik egymást, vagyis barátok, ahogy Hamvas Béla is mondta. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl. Programunk célja végső soron
Tehát az, hogy az emberekben, minden gödöllőiben felélesszük azt az igényt, hogy figyeljünk egymásra, segítsünk egymáson, és a lemondásainkkal, illetve áldozatvállalásainkkal igazi közösséget építsünk, hogy Gödöllő ismét a Körösfői Kriss Aladár által nevezett boldogság szigete legyen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt gondolom, hogy ez az igazi társadalmi felzárkóztatás. Ezekkel a gondolatokkal kívánok a mai alkalomra nem csak jó tanácskozást, de töltekezést és közösségépítést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, én is alpolgármester úr köszöntő szavait, és hát elsőként saját magamat kell felkonferálnom. A helyi esélyegyenlőségi programról szeretnék röviden beszélni, és megpróbálom behozni a időbeli csúszást is, tehát igazából megpróbálok rövidíteni magán az előadáson. A helyi esélyegyenlőségi programot jogszabályi kötelezettség írja elő manapság is minden önkormányzatnak, és ezért a Gödöllői önkormányzatnál is tavaly nyáron készítettük el magát a helyi esélyegyenlőségi programot. A dián is látható kötelezettségek miatt, igazából egyrészt a három ok miatt, ha erre visszavezethetjük, a jogszabályi kötelezettségen túl egyrészt pályázaton csak az az önkormányzat vehet részt tavaly július 1-től, aki rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, tehát semmilyen hazai és európai uniós forrásból nem részesülhet egyik önkormányzat sem, ha ilyen programmal nem rendelkezik. A harmadik, ami talán a legfontosabb igazából, hogy összefoglaljuk a területet érintő problémákat. A két fontos fogalmat szeretnék itt igazából az elején még tisztázni, bár ezt úgy gondolom, hogy a teremben ülők többsége teljesen tisztában vele, de hogy az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség kifejezéseket sokszor keverten használjuk. Két nagy különbség itt igazából a két dolog között, hogy az egyik egy tiltás, egy tilalom bizonyos magatartásoktól tartózkodás miatt, igen, és az esélyegyenlőség pedig biztosítása az pozitív intézkedéseket akar magában. És azt szeretném, hogy maga ez az esélyegyenlőségi program is igazából ilyen pozitív szemléletű, ne igazából a negatív irányba menjen, hanem a pozitív lehetőségeket próbálja megragadni. A törvény pontosan meghatározta, hogy milyen tulajdonságokat nevezünk, milyen tulajdonságok miatt kerülhet valaki hátrányos megkülönböztetésbe. Igazából itt a általános vélekedés mellett nagyon sok, tehát a törvény át is meghatározta, 20 szempontot is fel lehet sorolni, hogy mi alapján lehet bárkit megkülönböztetni. És magát a esélyegyenlőségi programban meghatározandó célcsoportokat is meghatározta ez a jogszabály. Itt visszatérnék az alpolgármester úr köszöntőjére, hogy említette, hogy itt sorozatot tervezünk igazából itt a fórumok között a konferenciákkal. Itt a valamelyest a témát az öt célcsoport köré szeretnénk csoportosítani egy-egy szempont szerint. Ugye látható, hogy a célcsoportokat bizonyos meghatározott területek szerint kellett elemeznünk. Oktatás, lakhatás, foglalkoztatás, egészségügy és szociális helyzet. Itt mai nap ugye elsősorban foglalkoztatási szempontból elemzünk, és talán egy kicsit kiemelten a női célcsoportot vesszük górcső alá, vagy elemzés alá. Magáról az esélyegyenlőségi programról annyit, hogy két fő részből áll. A helyzetelemzés, amely meghatározza tehát a település helyzetét, az adott célcsoport viszonyulását, arányait az adott településen belül, és hát erre az itt a helyzetelemzés kapcsán felmerült problémákra egy intézkedési terv született. Az intézkedési terv és a helyzetelemzés alapján meghatározott problémákat az öt csoportba soroltuk, ezeken szaladnánk igazából csak végig, és mindegyikből csak egyet-kettőt emelnék ki, tényleg, hogy az időt ne is húzzam. A mély szegénységben élők és romák célcsoport, azt azért ugye tudnunk kell, hogy egy-egy célcsoport azt nem lehet exaktan lehatárolni, tehát itt átfedések vannak, de a jogszabály és az előírások ezt azért valamilyen szinten tőlünk megkövetelték. Ebben a célcsoportban igazából talán kiemelendő az a megállapítás, amit a vizsgálódások, kutatások során megállapítottunk, hogy nincsenek, és természetesen nem is lehetnek teljesen konkrét adataink a romák számáról, ami megnehezíti igazából a tervezést és az együtt gondolkozást is,
mivel ugye ezek személyis jogokat sértnek, tehát igazából ilyen adatokat nem is gyűjthet sem az önkormányzat, sem más szervezet, de ilyen értelemben nem is lehet pontosan becsülni a csoport, a célcsoport nagyságát, arányát a településen belül. Kiemelném még itt, hogy bár lehet, hogy erről majd hivatalvezető azt is beszél, hogy a fiatal álláskeresők aránya is viszonylag magas, és akár mekkora is a számuk, ugye különösen kiemelt szempont kell, hogy legyen a elemzéseknél, az intézkedések meghatározásánál. A gyermekek egy külön hátrányos helyzetű célcsoport a esélyegyenlőségi programban. Itt igazából itt is csak pár szempontot emelnék ki a sok közül, mert sajnos azért több probléma felmerült ezen a területen. Itt kiemelném, hogy a nem egyenletes eloszlás van iskolák között a hátrányos helyzetű, a 3H-s esen is, ugye többen tudják, hogy ezek milyen kifejezések gyermekek között. Ez is az elemzések során előjött, amikor az esélyegyenlőségi program készült. A védőnői szolgálat bemutatkozását, akik jelen voltak két héttel ezelőtti szakmai fórumunkon, már hallhatták, hogy milyen problémákkal küzdenek. Létszámuk kevés, kevésbé vannak megbecsülve, tehát igazából az általuk ellátott feladatokhoz képest a védőnői szolgált megbecsültsége nem megfelelő. És kisebb probléma, igyekeztünk az esélyegyenlőségi programban olyan intézkedéseket, olyan felvetéseket is leírni, ami kislépések. Tehát igazából a nagyobb fejlesztések, akár intézményfejlesztésre gondolunk, azok mindig forrásfüggőek. Itt igazából az önkormányzatnak is akkor van lehetősége, ha pályázati úton vagy egyéb forrásból támogatást tud rá szerezni. De vannak kisebbek, például ugye a érettségi előtt álló gyermekeknek ugye az 50 órás kötelező önkéntesség biztosításához kisebb akciók is, tehát igazából hogy például felmerült egy ilyen az esélyegyenlőségi program készítése kapcsán, hogy készülhetne egy katalógus, hogy hova mehetnek ezek a gyerekek, hol tölthetik le ezeket a kötelező önkéntes órákat. Tehát ezek ilyen kisebb lépéseket is szeretnék megvalósítani. A női célcsoport, tehát mint esélyegyenlőségi program szempontjából itt is több beazonosított problémát határozott meg az esélyegyenlőségi program és az esélyegyenlőségi program készítésére létrehozott fórum is. Az egyik, amit azért emelnék ki, a gyermekorvosi rendelő nem akadálymentesítettségét, itt a kettes számú rendelőintézetről gondolok, viszont ehhez egy jó hírt is tudok közölni, hogy az önkormányzat forrás biztosított a költségvetésében, és elindult a felmérése az épületnek, a részbeni akadálymentesítés meg fog valósulni várhatóan ebben az évben. Itt a következőt, amit kiemelnék, hogy alacsony mértékű az atipikus foglalkoztatási formák száma. Ehhez lesz egy külön előadónk is, ugye Keveházi Katalin, aki most később érkezett meg, de természetesen is megtartja előadását a mai nap. És egy külön szempontot kiemelnék, hogy a családon belüli erőszak esetében a feljelentéssel nem végződő esetek száma magas. Itt a rendőrségi adatszolgáltatásból látható, hogy maguk a számok nem magasak, tehát ilyen éves szinten 10 körüli azok száma, ahol feljelentés születik az ügyből, de a kivonulások száma, az intézkedések száma ettől jóval magasabb. Tehát igazából sajnos az esetek száma több, csak ebből feljelentés nem mindig, tehát igazából eljárás nem keletkezik. Következő célcsoportunk az idősek helyzete. Igazából itt is csak pár szempontot emelnék ki. Elsősorban azt, hogy a munkavilágában, hogy mennyire van jelen az idősek megkülönböztetése, erről is több érdemes lenne ezt jobban megvizsgálni. Amit külön kiemelnék, az öregedési index romlása, amiről egy diagramot is készítettem. Ezt azért szeretném kiemelni, mert Gödöllő alapvetően egy fiatalos településnek gondoljuk, meg fiatalos település is, és ezt mutatja az is, hogy maga az index, ha 100% alatt van, akkor fiatalos településről beszélünk, tehát a fiatalok aránya az idősebb korosztályhoz képest jobb, viszont ha megnézzük ezt az ábrát folyamatában, 2001 és 2012 között több mint 20%-ot romlott az index. Tehát, és látjuk a növekedést, közel vagyunk a 100%-hoz, tehát igazából annak ellenére, hogy egy fiatalos településről beszélünk, külön oda kell figyelni erre a problémára, és a következő intézkedések meghatározásánál erre figyelnünk kell. Ugye itt felmerült a szociális intézet részéről is, a fórumon is, hogy az idősek között a demens betegek száma aránya magasabb napjainkban, mint korábban.
ezek, és ők ugye külön elbírálás, külön ellátásra szorulnak. Ez is egy felbeazonosított probléma lett igazából a településen. A rendőrségi adatok alapján itt kiemelt, hogy nagyon az úgynevezett trükkös lopások száma, amik elsősorban időseket érint, ezek viszonylag megemelkedtek a térségben, és ezekre nagyon oda kell figyelni. A öregedési indexhez kapcsolódóan készítettem még azt a diagramot igazából, ami azt mutatja, hogy a nők és férfiaknak a kor megoszlása milyen a településen, de ez nagyjából az országos átlagnak megfelel, tehát hogy a idősebb korosztályban a hölgyek aránya azért magasabb. Az utolsó célcsoportunk, de természetesen csak a sorrendben, a fogyatékkal élők célcsoportja. Itt kiemelten az, kiemelt probléma talán, hogy nem minden intézmény akadálymentesített még, közlekedésük azért sok esetben akadályozott, ezekre oda kell figyelni, és ezeknek ezt meg kell vizsgálnunk igazából. A másik az pedig, hogy nincsenek felmérések arra vonatkozóan, hogy a fogyatékkal élők milyen arányban vannak foglalkoztatva például az önkormányzati intézményekben. Tehát erre is oda kell figyelnünk, és ahogy korábban is már beszéltük, hogy a sorrendben ezeket a fórumokat, valószínűleg a következő fórumot egy kicsit erre a célcsoportra szeretnénk majd fókuszálni, és így tovább menni ezekben a rendezvény sorozatokban. Nagyjából tényleg röviden ennyit akartam elmondani az esélyegyenlőségi programról, és ahogy említettem is, itt nagyon fontos, hogy több kislépés szükséges a program megvalósítása érdekében, mert ugye ha egy embernek is segítünk, és ez több ilyen apró lépés van, akkor ez a gödöllői társadalomnak is, gödöllői lakosságának is egyben segítség. És én meg is köszönöm a figyelmet, és ennyit szerettem volna röviden az esélyegyenlőségi programról elmondani. Bárkit érdekel, természetesen kérdésekre tudok válaszolni később, és a város honlapján is fent van maga az esélyegyenlőségi program, tehát részletesen megismerhető.